Gyurcsány Ferenc napokon belül kormányt alakít, felesége Dobrev Klára vezetésével értesült a magyar nemzet. A lap szerint a DK elnöke azt készítette elő az utóbbi időszakban a Facebookon közzétett posztjaival. Gyurcsány Ferenc volt már miniszterelnök, 2006-ban az összedi beszédben ismerte be, hogy hazudtak az embereknek, az emiatt kirobban tüntetéseket pedig brutálisan leverték, többen maradandó sérüléseket szereztek. Árnyékkormányt alakít Gyurcsány, ezzel a cimmel közöl cikket a magyar nemzet. A portál azt írja, a DK elnöke napokon belül feleséget Dobrev Klára vezetésével alakít árnyékkormányt. Gyurcsány Ferenc megyesi Péter lemondása után lépett hatalomra, 2004. október 4-én alakult meg az első Gyurcsány kormány, amelyet két évvel később a 2006-os országgyűlési választások után a második Gyurcsány kormány követett. A megalakulás után szinte azonnal drasztikus megszorításokat jelentett be Gyurcsány Ferenc. 30 kal emelték a gáz és 10-14 kal az áram árát. Megnőtt a személy jövedelemadó felső kulcsa is, az áfa is. Néhány hónappal később kiszivárgott az öszödi beszéd, amelyben Gyurcsány Ferenc bevallotta, hogy hazudott a kampányban. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. A beszéd 2006. május 26-án Balaton az MSP frakció zárt ülésén hangzott el. A trágár szónoklat egyes részletei szeptember 17-én a mai napig tisztázatlan körülmények között szivárogtak ki. Gyurcsány Ferenc mondatai sokkolták az országot. Már aznap több ezres spontán tüntetések szerveződtek Budapesten és több vidéki városban is. A mindennaposá váló tüntetéseknek végül brutális rendőri fellépéssel vetettek véget Gyurcsány Ferencék. Az őszi tüntetések legvéresebb napja az 1956-os forradalom 50. évfordulóján volt. Ekkor embertelen és kegyetlen tömegoszlatásba kezdtek a gyurcsányi rendőr-terror azonosító jelzést nem viselő egyenruhásai. Lovas rohamot vezényeltek az emberekre, de könygázgránátot, vízágyút is bevetettek, miközben szemmagasságban, válogatás nélkül lőttek gumilövedékes puskákkal a békés tömegre. Többen súlyos, maradandó sérüléseket szenvedtek. Gyurcsány Ferenc 16 év elteltével újra kormányzásra készül. A magyar nemzet most felidézi, a DK elnök hónapok óta folyamatosan arról írt a közösségi oldalán, hogy készül. Most kiderült, mire a portár úgy tudja, Gyurcsány Ferenc árnyék kormányt alakít, felesége Dobrev Klára vezetésével.